Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az Önkényes Mérvadó Horváth Oszkárral és Puzsér Róberttel, Németh Gábor a vendégünk, akivel a magyar oktatás súlyos válságáról fogunk beszélgetni. Mit jelent az, hogy válságban van az oktatás? Hát elsősorban nem azt jelenti, hogy az oktatásunk az nem készít fel minket kellően a tárgyi tudásra, vagy a 19. századnak a disziplináit a gőzgéppel az élen nem adja át, hanem inkább arról van szó, mi az oktatás igazi, tényleges kudarca, az, hogy nem egészséges lelkű embereket képez, hanem megtört lelkű homokádárikuszokat képez. Valójában, ha Kádár János zsebéből nézzük ezt a magyar oktatást, akkor ez tekinthető úgy is, mint a magyar oktatás fényes sikere. Hiszen megteremti az alattvalót. Megteremti a célját beteljesíti, pontosan, teljesen, igen. Megteremti az alattvalót, azt, aki már is bocsánatot kér a biztos úrtól, mert pontosan tudja, hogy nincsen rendben az egészségügyi doboz. Nincsen meg. És hogy nem működik a tompított fényszóró a jobb oldalon. És hogy ezért ő már is bűnös, és már is potenciálisan egy törvényszegő, aki tudomásul veszi, hogy a rendőr nem arra való, meg a felettes nem arra való, hogy a bűnözőket üldözze, hanem arra való, hogy őt elnyomja. Aki pontosan tudja, hogy a rendszer lényege és alapja, hogy ő potenciális bűnöző, és minden pillanatban, minden este bűntudattal kell álomra hajtani a fejét. A rossz lelkiismeret az, amit belénk plántálnak oktatás címén a magyar iskolákban. Amiről beszélgetünk, az bárkinek szólhat, annak is, aki a 90-es években járt iskolába, annak is, aki a 80-asban, annak is, aki a 70-es években, annak is, aki 60-as években, és félünk attól, hogy annak is, aki a 2030-as években fog iskolába járni. Van, ami nem változik, leginkább az nem változik ebben az országban, aminek kéne. Egy mondatban, hogyha összefoglaltam a dolgot, és ezt hiszek a sorsban, pont tegnap jött szembe, amikor hajnalig a rajta ragadtam a Csak még egy rész megnézek alapon a Bensi című sorozaton, ami azért nem arról, nem az oktatáspolitika mélységeit boncolgatja, de ennek szembe kellett jönnie. Felírtam magamnak, szűk látókörű emberek neveltek arra, hogy nem merjek letérni az útról. Ezt egy anya mondja a sorozatban a fiának, egyébként ez a mondjuk ők amis jellegű, vagy ilyen pennsylvániai holland életmódot folytató. Így van, aha. De ebbe a mondatba szerintem tökéletesen összefoglalható minden olyan reakció, ami ezzel a témával, ahogy ti is foglalkoztatok vele, meg a blogunk is beszéltünk, hogy ahogy a Robi mondta, kitermelni egy olyan lelkületű embercsoportot, aki tényleg Stockholm-szindrómában szenved, mint az én tökre emlékszek az érettségi bankettemen, hogy miért is nyaltuk mi annak a fenekét, aki velünk szemben olyan dolgokat engedett meg magának, hogy és utólag gondolkodik el ezen az ember, vagy azon, hogy miért nem mer az étteremben visszaküldeni egy ételt, vagy azon, hogy miért nem mer a saját érdekeiért semmilyen körülmények között kiállni. Hogy bocsánatot kér azért, hogy él. Így ugye van. Gábor, aki a vendégünk, az Egyenlítő blognak a szerzője, és márciusban, március 23-án volt egy adásunk a Dinnyés Gerivel, amikor feldolgoztuk az ő blogjához is érkezett rövid történeteket, hogy a tanárok hogyan neveltek terrorral kisemberséget és ilyen kádári proliságot azokba, akik most a felnőttek, akik mi vagyunk. És egy felszínre jöttek olyan személyes rövid történetek, amelyek bárkivel, bármelyik iskolában, bármelyik évtizedben megtörténhettek volna. Kapcsoljatok el erről a rádióműsorról, és vegyétek a kezetekbe Ottlik Géza Iskola a határon című könyvét, vagy maradjatok velünk, és hallgassátok tovább ezt a műsort, annál többet, mint amit Ottlik az Iskola a határon című könyvével elmondott erről a témáról, mi sem fogunk elmondani, erre ne is számítsatok, sőt, arra se, hogy meg fogjuk tudni azt közelíteni, arra viszont feltétlenül, hogy erre kísérletet fogunk tenni a következő két órában. Hadd meséljem el nektek egy álmomat, egy visszatérő álmomat, ami évtizedes viszonylatban kísértett engem, és amint hallottam, ezzel nem vagyok egyedül ebből a nemzedékből, ebben az országban. Az álmomban aktuális korú vagyok. Tehát amikor 35 évesen álmodtam ezt, akkor 35 éves voltam, de amikor, mit tudom én, még 27 évesen álmodtam ezt, akkor még 27 éves voltam, tehát aktuális álmodókorú vagyok. Viszont az osztálytársaim, akik az osztályban ülnek, ők mind középiskolai korúak, második gimnáziumba járunk körülbelül, de lehet, hogy már harmadik gimnázium, mindenképpen a középiskolában, és mindegyikük
Tehát, hogy ők az emlékképükként élnek, te pedig mindig én aktuális önmagamként. Tehát nem engedted el azt a dolgot, ha jól pontosan, értem. Valami ilyesmiről van szó. A 16 éves, 17 éves kölykök között, volt osztálytársaim között ülök aktuális korúan, és felszólít a tanár, hogy feleljek. És nem tudom a tananyagot. Fölállok, tudod, az a szorongató helyzet, amikor így a lapozgatja a naplót, és akkor végül elhangzik a neved, és akkor fölállok. Én lassan és élvezettel lapozgatja a naplót, igen, amíg kimondja a nevet, igen. Igen. Micsoda mámora hatalom. És akkor fölállok, és már-már mentegetőznék, hogy miért nem tudom a feladatot, az anyagot, amivel a törzsanyagot, ami föl lett adva, amikor eszembe jut, hogy hoppá, hát én ezt az egész középiskolát már elvégeztem. Sőt, nem csak, hogy elvégeztem, és akkor eszembe jut, én már le is érettségiztem, sőt, nem csak, hogy érettségiztem, én már diplomáztam, és nem csak, hogy diplomáztam, én már azóta érettségiztettem is. Tehát én már megjártam a katedrának a másik oldalát. Hogy kerülök én ide? Mit keresek én itt? És akkor kifakadok, félig sírva a tanárnőnek, hogy tanárnő, ezt felejtsük el ezt a helyzetet, hogy én itt felelek, én ezt már elvégeztem. Abból a pozícióból beszélve, hogy te már meghaladtad ezt a valós életedben, de pontosan. Ott abban az álomban mégis felháborít téged, hogy miért ragadtál fel. Miért felszólalsz az akkori bármelyik gyerek helyett? Igen, és ami a legérdekesebb, ami a legkülönösebb, hogy a tanár azt válaszolja, helyben hagyja, jóvá hagyja az élményemet, igen, de az anyukád szerint te annyira tehetséges vagy, hogy neked kétszer kell. Ez a mondás. Ez ami, volt az álmodban visszatérő jelleggel. Igen, amiben körülbelül benne van az anyámmal való, meg az anyám elvárásaival való konfliktusom is. Minden esetre ez az álom, és akkor tudod mi az élmény, ami így eltölt engem belül? Hogy igaza van a tanárnőnek, felülírom a saját igazamat a tanárnő igazával, és az az élményem, hogy igaz, de hát már csak 2 év, és újra megszerzem az érettségit, és akkor vége. Tehát azt érzem, mint az az űrhajós, aki már megkerülte a holdat, és már túl van a hold túloldalán, már túl van a röppája felén, már megerőltetőbb, fáradtságosabb lenne visszafordulni, mint megtenni a második kört, és úgy visszatérni a földre. De közben benned van az a gyermeki lelkület, hogy a felnőttnek, a szülőnek, a tanárnak, annak mindenképpen igaza van, és ezért bármilyen igazságtalanság ért téged, amitől egyébként te sérülsz is abban a helyzetben, mert tudod, hogy egy feléd irányuló támadás van, ennek ellenére, és erre nagyon sok komment érkezett, ennek ellenére akkor a kialakulatlan személyiség csak és kizárólag saját magát képes hibáztatni egy ilyen megaláztatás. Na de hány emberrel fordul elő, hogy 20 évvel később felmerül mondjuk ez, amiről most beszélgetünk ebben az adásban, hogy a tanár, vagy akár a szülő terrorizálja a gyereket, mondjuk veri, és akkor 20 évvel később az emberek egy csoportja azt mondja, hogy rettenetes dolgok történtek az egyik osztálytársnőmmel, egész életére ilyen kis halkszavú kis senki maradt, mert borzasztóan aláment ennek a terrornak. Én ugyan felszólalok, és akkor büszke vagyok rá egy picit magamban, majd jön valaki, a másik csoport, és azt mondja, hogy ugyan már nem történt semmi. Ami felháborító, ugye ő elnyomja magában. Aki azt mondja, magában, hogy nem élt át ilyen problémát, a saját magának is ugyanúgy hazudik, igen. És és akkor van Stockholm-szindróma, és van az, aki meg nem nyomta el, hanem azt mondja, jó, engem is párszor lepofozott az apám, de megérdemeltem. Még Stockholm-szindrómább. Igen, Stockholm-szindrómább. Hát az oktatásról beszélgetünk, az önkényes mérvadóban. Ahogy én hívom, iskolai sérelmeinkről. Meg hát arról, ahogyan deformálja a személyiségünket rosszabb esetben. Jobb esetben meg csak a neurózisainkat kelti fel, meg a szorongásunkat generálja és gerjeszti. Németh Gábor a vendégünk. És egy nagyon jó példával szeretném folytatni, hogyha megengeditek. Nagyon jó, nem nagyon jó, nagyon szörnyű példával. Egy a szövegből, ha jól értelmeztem, egy cégvezetőről beszélünk, aki küldte ezt a történetet. Egy olyan ember, aki aztán nem a selejtje lett ennek az iskolarendszernek, hanem egy kifejezetten sikeres ember lett belül annak ellenére, hogy milyen átélt élményekről számolt be nekünk, és ő mondta azt, és visszatérő jelenség, sok hasonlót láttunk, hogy amikor ő gyerekkorában állt egy matekórán a tábla előtt,
és le kellett vezetnie ott egy matek példát, és okos volt, tudta, hogy mit kell csinálni, képben volt, akkor véletlen valamit félreírt vagy gondolt, az a lényeg, hogy egy apró baki csúszott bele a táblánál való szereplésébe, amiben mindent beleadott, és a tanár elkezdte őt alázni. És azt írta le ez a kommentelő, hogy addig-addig kiabált vele a tanár, presszionálta, hogy erre sem vagy képes, az a lényeg, hogy egy olyan sokot idézett benne elő, hogy ahogy a kommentelő fogalmazott, a végén már a zárójelet sem tudta ő maga felfogni és leírni, amikor ezt a matek példát csinálta, és hogy később, amikor már sikeresen a munkája során alkalmazta azt a képességét, hogy ő tábla előtt vagy PowerPoint előtt prezentál egy üzleti megbeszélésen, leírta, hogy többször előjön ez a trauma, és őt leblokkolja egy ilyen szereplés előtt az, hogy az jut eszébe, hogy ő bár rendelkezik minden kompetenciával, és hogy képes arra, hogy prezentáljon, de eszébe jut az, hogy abban a helyzetben olyan megaláztatás érte őt, hogy meg kellett azt tapasztalnia, hogy milyen az, hogyha te tudásodnak a birtokában és felkészülten állsz valahol, és nem vagy képes mégsem teljesíteni. Vitatkoznom kell. Nem rendelkezik minden kompetenciával, mert rendelkezik a szellemi és szakmai kompetenciákkal, de megfosztották a lelki kompetenciáktól. Aláírom. Ez itt a nagyon súlyos probléma. És az igazság, hogy a lelki kompetenciákat nem olyan könnyű újra építeni. De károkat okozni benne itt a legkönnyebb. Pontosan. És arról van szó, hogy valaki hiába haladja meg háromszorosan, négyszeresen azt a szintet, szakmailag, bérezését tekintve, vagy akár társadalmi hasznát tekintve, nem feltétlenül a konkrét példára reflektálok, annak amilyen szinten ő, vagy amilyen szintről ő ezt a traumát elszenvedte, hiába, mert ezek a lelki sérülések, főleg ezek a korai, a lelki fejlődés korai szakaszában elszenvedett traumák, ezek jóformán jóvá tehetetlenek. Újraépíthetetlenek. Hanem valójában, és a nagyon súlyos probléma mindig abból fakad, amikor a gyerek, vagy a diák, vagy a fejlődő személyiség önmagát okolja azért, amit elszenved, és aminek az oka nem ő. Csak ő még nem érti, hogy nem ő a hibás. Nem tudja nem önmagát okolni, mert még abban a lelki fejlődési fázisban van, amikor ő mindenképpen azt veszi igaznak, jónak, helyesnek, amilyen mintát lát, tehát még a programozás fázisában van. És nem kapta meg azokat a kulturális mintákat, ami alapján lehet nem ő a hibás. A valósághoz annyi viszonya van, amit igen, megfigyel, és amit nem figyelhetett még meg, ahhoz annyi viszonya van, hogy ezt mondták neki. És ő is tudja, hogy hazudnak, hiszen 4 éves korában nem piros biciklit kapott, hanem egy kék barbit. És pontosan tudni fogja később, hogy bizonyos dolgok nem igazak, de ez egy ilyen 15 éves folyamat, nem? Amíg úgy, tényleg úgy, vagy akár 20 éves, hogy elválik számodra az, hogy amit hallasz, az nem feltétlenül lesz úgy. És bizonyos emberektől, például a tanártól, aki egy emelvényen áll veled szembe, és te kicsi vagy, és melletted ülő kis kicsik, ő meg nagy, és neki mindig igaza van, és a csengő neki szól, és nem neked, feltételezed, hogy na talán akkor ebben a pozícióban minden, amit hallok, az igaz. Na azt kéne megérteni itt, hogyha a lelki fejlődés korai szakaszában ér egy trauma, vagy bármilyen hatás téged, az nagyon más, mint hogyha felnőtt korban. A kifejlődött személyiséget érő trauma, az kihordható, földolgozható, racionalizálható, vagy lefolytható. Amikor még fejlődésben van a személyiség, amikor még az érési fázisban van, még akkor nem vagy beoltva ellene. Pontosan, olyan, minthogyha a hardvert karcolnád fel. Tehát olyan, minthogyha az alaplap sérülne. Vagy nem tudom, hogy magyarázzam ezt, hogyha egy 25 éves. Nincs még meg az a közeg, ami ezt felfogja, mert még nem hártyásodott be, még nem lettél beoltva. Pontosan. Hogyha egy 25 éves Sanyi bedrogozik, mondjuk betép, akkor a Sanyi az bedrogozott. A Sanyi. De van egy Sanyiság, ami bedrogozott. Ha egy 11 éves Sanyi bedrogozik, akkor nem a Sanyi drogozik, hanem a drog Sanyizik. Ezt kell érteni. Tehát, hogy ott Az automatikusan áldozat. Pontosan, jóvá tehetetlen defektusok születnek abban az állapotban, mert még nincsen kész, még nincs megírva az a
személyiség még nem futott le a szalagról az a személyiség, amelyet ki lehet tenni annak a hatásnak, és amely azt a hatást ki tudja hordani. De ha az életkori sajátosságok szerint már lefutott erről a futószalagról, és azt mondjuk, hogy már képes arra, hogy kialakuljanak benne ilyenfajta reflexek, hogy képes egyébként mérlegelni azt, hogy neki most igaza van, vagy nem, akkor is az első pillanattól kezdve, amikor erre alkalmas lenne, ez az iskolarendszer, ez ezt nem támogatja. Tehát, hogy már amikor képes erre, itt azért mondom ezt, mert hogy jött erre egy nagyon jó komment, szeretném felolvasni. Köszönöm az egyik tanáromnak, akinek azt mertem mondani, hogy a himnusszal nem értek egyet, mert a magyart nem a balsós tépi, hanem saját vezetőjének rövidlátóságából, primitívségéből és saját mohóságukból fakadó rossz döntései, és a picsogás és önsajnálat helyett talán tanulni kellene ezekből az esetekből. A büntetésem nem maradt el, szépen lehúzta az átlagom, az érdemjegyem, és mivel egzakt módon mérhető tantárgyról nem is volt szó, ezért nem tudtam sehol sem ezt szóvá tenni, a véleményem miatt diszkrimináció ellen nem tudtam sehol sem fellépni. De ez elképesztő, hogy lehet egy 16 éves vagy 15 éves, nem tudom hány éves lehetett, kölyöknek ennyire pontos analízise a magyar balsósról, vagy a magyar ember önsajnáltatásáról, vagy egyáltalán arról a kollektív szellemről, ami a Kárpát-medencét uralja. Az én számomra ez a legdöbbenetesebb egyébként ebben a sztoriban. Az volt csoda, hogy ő ezt rá tudta húzni erre a keretrendszerre, de azért tudjuk, hogy a gyerekeknek sokkal tisztább, és valahogy olyan megérzéseik vannak, és néha olyan lépéseket tesznek, és erre van egy eszméletlenül jó sztori, amit majd szeretnék veletek megosztani, amik egyébként zsigerileg kezelik ezeket a problémákat, ha megosztottsággal kapcsolatban. Kettő példát rakjunk egymás mellé. Volt az én iskolámban, amiről írtam, egy olyan törésvonal, amit egyértelműen a tanárok hoztak létre. Ez pedig az volt, hogy a három évfolyam az N-esek nyelvi tagozatosok, az ések zenei tagozat, és a C-sek a összevont másik külsős tagozatot jelzőkkel illették. Az ések szorgalmasak, mi N-esek lusták vagyunk, a C-sek meg amúgy rosszak. És ahogy ez ment, így ezért egyre erőteljesebb lett, mint ahogy ez egy társadalomban is működik, ezek között a tagozatok között az ellenállás. Ez szerintem egy árokásás, és tegyük mellé azt a párhuzamot, amikor kialakult egy másik törésvonal a diákok között, a Linkin Parkosok és a Limp Bizkitesek. Ebből bunyók voltak és verekedések voltak az iskola udvaron, amíg egy gyerek hozta a megoldást úgy, hogy a problémára ez a magáról Stan és Kyle sem tudott. De tényleg, amikor a 8 évesek megoldják a világ problémáit. És a saját sztori, ez nem kommentelő hozta. A sztori vége az az, hogy az egyik srác fogta magát, akkor még 1000 forint volt lemásolni egy darab CD lemezt, ő fogta magát, otthon a kis számítógépén Linkin Park és Limp Bizkit számokat mixelt egybe, marha jó kis mixeket csinált, majd ezeket egy Linkin Bizkit nevű albumra kiírta, a saját pénzén sokszorosította, és a hangadóinak, ennek a két bandának elkezdte osztogatni, és a tanárok ebből az egészből csak annyit vettek észre, hogy ezen a törésvonalon megszűntek a konfliktusok, és összeborulás volt, és egy gyerek oldotta meg a helyzetet, és tényleg egy ilyen South Parkos nagyon szép történet, míg a tanár észre sem vette, hogy közben hogyan ás árkot azzal, hogy a tagozatokat megkülönbözteti. A megoldást sem vette észre. Azt vett észre, hogy kevesebb berekedés van. Jaj, de elképesztően menő ez a történet. Én már csak bevallom őszintén, tényleg tök őszintén, én ahás voltam, én megőrültem volna, hogyha az ahát összemixelik a brosszal. Én megőrültem volna. Tehát, hogy én azt éreztem volna, hogy hogy meggyalázták azt, amit én szeretek. Nálunk ez máshogy működ, de azért ismered a Linkin Parkot, Limp Bizkit, tehát működik. Nem állnak olyan távol egymástól. Nem annyira, én azt gondolom. Igen. Az önkényes mérvadóban a vendégünk Németh Gábor, és iskolai sérelmeinkről beszélgetünk csak úgy, mint néhány héttel ezelőtt, március 23-án. Arról van szó, hogy a tanárok a diákok felé gyakorlatilag istenek, és ezzel az istenség mi voltukkal rengeteg közülük visszaél. Nem szeretném számosítani, és nem szélsőségekről beszélünk, teljesen világos, hogy rengeteg tanár példaképünk van, olyanok, akikre, mondjuk három olyan ember biztos van, akire jó szívvel emlékezek vissza, és három olyan biztos van, aki ha ma szembe jönne, akkor nem tudnám azt mondani, hogy ugyan hagyjuk spondját rá. Volt külön sztárja a Facebook faladnak, a Csetka, aki ugye én írtam róla, aztán utána a te
kommentelőid megerősítették a történetet, nála repültek arcba a kulcscsomók. Igen, és hasonló. Jöttek ezek a kulcscsomó dobáló sztorik, hogy igen, megdobott a kulcscsomóval, majd jött egy kommentelő, hogy ó, engem is, aztán jött egy, hogy ó, engem is, és jött még három, és kiderült, hogy na ebből hármat tényleg ez a csetka tanította, de közben kettő másikat, meg két egészen különböző ember. Tehát megint mondom, hogy ez bárkinek az iskolában megtörténhet. Mind a kettő tanított engem énekre, mind a két illető, tehát én halmozottan hátrányos helyzetű vagyok. A Csetka is, meg a Gábor bácsi is. A Gábor bácsi volt az, akinek az volt a hobbija, hogy furujával bögdöste az oldalunkat, és ordította, hogy visítsunk. Nekem a bögdösőst úgy hívták, hogy ami azért egy elég erőteljes. Nagy László, a kulcsomó dobálós pedig úgy hívták, hogy Gergelyné Kovács Mária. Aha. Akad egy-egy iskolára akad, igen. Csak ezen voltam megütközve, amikor tök spontán, köztünk semmiféle kapcsolat nem volt a mai napig, és azt láttam a te Facebookodon, hogy kettő olyan tanárt visszaigazolnak a te ismerőseid, akikkel nekem egyébként néhány év különbség eltérése volt, de van egy nagyon fincsi sztori erről a Csetkáról, ami rendszer szintű dolgot mutat. Őt ilyen énektanárnő terroristának tartottuk egyébként, tehát hogy tényleg félelmetes volt, ott tényleg az ekkora a nagy az ökölnyi kulcsomó. Kell a szigor az ének mögé, mert hogyha nem fogsz tudni dalolni a munkatáborban, akkor kiközösítenek. Az nagyon rossz, főleg, hogyha csúnyán. Ott már csak egy rózsaszín bádog bögrével tudod földobni, vagy megkülönböztetni magadat a plebsztől. Nekünk ő megtanította, hogy mi az a kollektív bűnösség, mint olyan. Csetka óráján fordult elő, hogy egy fontos alkalomra készült, kis tanárok, igazgató, egy ilyen eléggé komoly betanító vagy kis tanár vizsgáztató óra volt, és két dolgot kért tőlünk, az egyik az, hogy viselkedjünk nagyon jól, énekeljünk szépen. Na most, és viseljünk névtáblát, ez nagyon fontos volt, hogy a kis tanárok meg tudjanak minket szólítani. Na most mi jól viselkedtünk, de kitaláltuk azt a kis diákcsínt, hogy az összes fiú a Lóránt nevet tűzte ki magának a névtáblájára, és az összes lány pedig az Éva nevet tűzte ki. Na most egy idő után ez nagyon vicces volt, amikor a vizsgázó zavarban lévő kisének tanára a Csetkának a felügyelete alatt, meg az igazgatónak, meg a szakmai szerveknek a felügyelete alatt ezzel szembesült, és ez egy tök jó poén volt, de még az igazgató nőnk is egyébként egy halvány ilyen kis mosollyal nyugtázta ezt a történetet. Na de a Csetka óra után bekérte az összes ellenőrzőt, és hatalmas nagy intőket adott azért, mert hogy mi ezt eljátszottuk, csak az volt a kis bibi a történetben, hogy volt egy Évi nevű osztálytársunk. Tehát az egyik lány tényleg tehát úgy hívták, mint ami... Nála stimmelt a tábla. Igen, és ő a legjobb tanuló volt, csendes, szorgalma. Jelentkezett, és mondta, hogy de hogy ő miért. És akkor erre az volt a válasz, hogy mert egy követ fújnak. És akkor így elgondolkoztam azon, hogy ennek mégis mi az üzenete a diák felé. Az, hogy őt nem kéne, hogy Évának hívják, ez volt-e a bűne, hogy ő is intőt kapott, vagy esetleg az volt az ő bűne, hogy nem nyomta fel erre az őrületesen nagy cselekményre készülő osztálytársait óra előtt, vagy mi? Ha lett volna tehát, Évának töke, kirak egy Lórán táblát először is. Így van. Másodszor pedig, aki disznók közé keveredik, azt tegye meg a korpa. Ezt hallgattuk, így van. Ja Istenem, de gyalázatos. És tudod, az az elképesztő, hogy valójában ez az intő, ez azért járt, mert te nem úgy viselkedtél, mint egy alattvaló. De nekem járt az intő. Évi miért kapta? Ezt magyarázd meg nekem. Évi miért kapta az intőt? Évi azért kapta, azért a feltételezésért. Nem lehet, a kétséget kizáróan bizonyítani, hogy nem lázadásból vette föl, ő is az Éva tálát. Nem, arról van szó, azért a feltételezésért kapta az intőt, hogyha nem Évi lenne, ő akkor is Évi lett volna itt és most. Értem. Tulajdonképpen ő kezdte. Hiszen minden Évi az éviségével, az éviségével hívta ki az osztályt a tanárnő ellen. Minden nő bűnét közösen viseli, hiszen ő az első nő nevét viseli. Igaz? Az már az Évaság önmagában. Mert erre nem gondoltam, lehet, hogy ő szervezte az egészet, ugye megkoptak már. Okosak azért a tanárok, megérdemelte, hogyha jobban belemegyünk. Én azt az ellentmondást szeretném felvázolni, amely lehet, hogy nem túl gusztusos, de érdemes elgondolkodni, hogy például mondjuk meleg párok nem vállalhatnak, vagy nem fogadhatnak örökbe együtt gyereket, vagy nem házasodhatnak össze. Miközben
az írás tudatlan, a 11 éves saját testvérét azt megdughatja, és utána enyhítik a börtönbüntetését 12. a gyerek, akkor 12, Istenem. Tehát, hogy hoppá, hoppá. Valamiféle jogosítványt követelünk egy ember, vagy két embertől, akik egyébként szeretik egymást, és egy normálisabb környezetet tudnak biztosítani, mint azt, hogy télen összebújtunk, mert fáztunk, és hát megtörtént, aminek meg kell történnie. Érted? Egy ilyen családon belüli szaporodás, ahhoz nem kell jogosítvány. Ahhoz az viszont meg van tiltva, hogy gyereked legyen. Ugyanígy az iskolán nincs kint a 12-es karika. Itt kint van a 12-es karika a rádió, vagy mi vigyázzunk, és hát szeretnénk is. Ezért csináljuk ezt a mai adást a jövő nemzetek gyerekeinek a lelki fejlődése érdekében. De az minden nap nem lebeg ott a tanár feje fölött, hogy mi lenne, ha ő is ehhez tartaná magát. A gyermekek és a fiatalkorúak lelki megtöréséről beszélgetünk az oktatás keretei közt állami pénzből. Mert hát azért valamire azért kell, hogy legyen az államnak forrása. Tehát azért vannak klasszikus állami feladatok. A kisgyerekek lelki fejlődésének a megrontása, a gyerekek traumatizálása, már egészen fiatal korban. Ez egy klasszikus állami szinte feladat. Szinte teljesen az állam monopóliuma. Igen, én azt gondolom, évtizedek hogy óta. Vannak, igen, azt gondolom, hogy vannak olyan klasszikus állami feladatok, amiket egyszerűen a piac nem tud ellátni. Ilyen az erőszak és a halál. Láttátok igen, a Néma Sikolt című filmet? Igen, én láttam. Nagy hatással volt rá. Mi a véleményed róla? Mert tehát ebben a relációban csak kérdezni merlek, mint filmkritikus, mesélj már róla. Nekem csak az... mert, hogy én azt tudom, hogy milyen hatása volt a korosztályomban lévő lányokra, hogy nem mertek ki róla, és nem fordították el a fejüket. Ez az, amit igen fiatalkorban leszoktak vetíteni tanulság. Kényszer, a lányok, célra. Akik már zokogtak, nem nézhettek félre, és nem mehettek ki vécére a biológia teremből. Én erre pontosan emlékszem, meg arra is, hogy ma hogy emlegetik fel téma. Nekem nem ez volt az élményem, amikor nekünk levetítették, fenyeget az abortusz, meg akkor, tehát, hogy ez egy olyan dolog, amivel feltetőleg neked nem... Miért ne fenyegetné őt az abortusz? Az ő felelőssége is, hogyha ha valamilyen... Nem tudom, hogy megalapozott okból. Az én gyerekemet is elkaparhatják. De nem beléd fogják feltolni a kisollót. De nem is, csak magát sajnálja valószínűleg. De mi van akkor, hogyha ez engem nem azért zavar, mert a saját testi épségemet féltem, hanem mondjuk a gyerekemnek az életét. Vagy a szerelmének a lelki integritását mondjuk. Nem szeretném, hogyha mondjuk annak a magzatnak, ami mondjuk belőlem fogant, annak mondjuk letépnék a fejét. Szerintetek szerencsés kényszeríteni gyerekeket arra, hogy ezt végignézzék? Nem gondolom. Azt se gondolom, hogy a szerencsém múlik, meg azt se gondolom, hogy egyébként feltétlenül helyes bármire is kényszeríteni gyerekeket. Picit úgy vagyok ezzel. A filmet nem láttam, láttam másik filmet, sőt lehet, hogy ez az a film volt. Tehát nekem ez nincs meg címmel, tudom, hogy hogy néz ki egy ilyen beavatkozás eleje-vége. És kilassítva mutatják nagyon azt, hogy hogyan kiabányítja ki a száját a gyerek, miközben szívják őt ki a testrészeit egyenként. Ez elképesztő. De én azt gondolom egyébként, hogy az abortusz a napjaink része, az életünk része, a valóságunknak a része. Tehát én azt gondolom, hogy nem kéne úgy csinálni, mintha hát ez egy ilyen diszkrét dolog, hát ez csak egy beavatkozás, kicsit olyan, mintha valami tumort vágnánk ki, csúszik a boríték, anyuka, minden rendben újra van. Újra pozícionálom ezt a kérdéskört. Ugye van ez a film, a célja az, hogy szembesülj vele, hogy ez hogyan néz ki, úgy, ahogy illik végignézni mondjuk egy vágóhíd működését, és utána eldöntheted, hogy akarsz-e húst tenni, vagy nem. Vagy ha mondjuk egy olyan országban, ahol a halálbüntetés az mondjuk törvényes. Ott néz végig egy halálbüntetés. Néz végig egy végrehajtását, pont azért, mert... Tudjad, miben veszel részt. Pontosan. Na most én azt gondolom, hogy ez bizonyos embereknek mondjuk végig tudja nézni, és akkor azt mondja, hogy jó, akkor én ilyet nem szeretnék, vagy jó, értettem, vagy de valaki a felénél el tudja dönteni, hogy te jó Isten, ezt nem akarom látni, pláne a saját életemben, és köszönöm, elég volt, megértettem a leckét. És ez az a pillanat, amikor ott a tanár azt mondta, hogy no-no, végignézzük, no-no, nem fordítod el a fejedet. Na jó, világos. Ez kínzás. Igen, most egy érdekes helyzetbe osztatok, mert elgondolkoztam a dolgom, mert rám például hatással volt az, amikor vezetni tanultam, hogy különböző fajta balesetek ismertettek, mutattak be nekünk.
Most tényleg egy kicsit zavarban vagyok. Figyelj, az egész internetnek a mélyén rettenetesen aberrált dolgokat láthatsz. Ugyanakkor hozzáférsz olyan szörnyűségekhez, amelyről megtudod, hogy a világ az milyen körülötted. Egyáltalán nem olyan szörnyű, bár szörnyű dolgokat látsz, tudni, hogy ezek valósak. Így ne, 12 évesen nem néz abortusz, vagy 16 évesen? A National Geographic-en nézegetheted HD-ban a Taj Mahalt, és nem kell oda utaznod. Ugyanakkor ide jön hozzád az afrikai nyomor, meg a közel-keleti nyomor, és azt sem úszod meg, hogy úgy éld le az életedet, hogy nem tudod, hogy ott mi történik. Világos, hogy nem kell a kicsi gyereket traumatizálni. Világos, hogy egy kisfiú vagy egy kislány akár már annak a Néma Sikoly című filmnek a 10. percében meg tudja mondani, hogy én megértettem, vettem az adást. Kimennék hógolyózni. Igen. Végeztem a tananyaggal, leért. És nem azért mennék ki, hogy kikaparjam a testemből a magzatot, hanem azért mennék ki egy, mondjuk másokból. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy engem most visszatartasz egy abortusztól azzal, hogy végig kell néznem. Tehát, hogy mert eleve te egy potenciális abortáló vagy. És azért kell végignézned. Tehát, hogy eleve itt egy prekoncepció van veled szemben. Tulajdonképpen ez a büntetésed előre azért, amit talán megteszel a következő 30 évben. Hát igen, rászorulsz arra a filmre. A középkorú gyermektelen biológia tanárnő úgy állt ott, mint egy SS-tiszt. Tehát, hogy ezt igen, és hogy érdekes, hogy ő viszont megközépkorú és gyermektelen ugyanakkor. Na, de talán lehet, hogy most csak, bocsánat, de lehet, hogy azért gyermektelen, mert neki volt egyszer egy abortusza, és lehet, hogy azért nézeti végig, mert ő 5 évig mondjuk nem tudott az utcára kimenni szeretné megelőzni. Tehetnek-e erről a 12 éves gyerekek? Nem, de ez nem bosszú. De mennyi olyan dologról nem fogunk nem bosszú, még. De mégiscsak értjük, úgy érezte, hogy 10 perc nem elég a filmből. De mégiscsak értjük, hogy ennek valójában egy lelki működés az alapja, ami az adott tanárnőnek a történetében a pszichés előzményeiben keresendő. Én azt gondolom, hogy nem kell lefolytani azt, ami körülöttünk zajlik, mert ami körülöttünk zajlik, és törvényesen zajlik, hát nem egy bűncselekményről van szó, hanem ami törvényesen körülöttünk zajlik, azért felelősek vagyunk. Közös felelősségünk a magzatgyilkosságoknak a tömege, közös felelőssége azoknak abban az országokban, ahol halálbüntetés van, a halálos ítéleteknek a végrehajtása, annak a társadalomnak a felelőssége. Létezik társadalmi felelősség, és ez nem egyenlő, és nem azonos a kollektív bűnösséggel. Az önkényes mérvadóban vendégünk az Egyenlítő blog szerzője Németh Gábor, az a blog, amelynek az írása a Mindenki című film hatására íródott, és amely cikk hatására viszont rengeteg kommentelőben, olvasóban és a mi hallgatóinkban is feltörtek apró történetek, amelyek egyenként traumatizálták őket, és amelyek tanároktól elszenvedett terroresemények a gyerekeknek a lelkében. Így írja a traumatizált gyermek felnőttként. Kedves Ági néni, nagyon köszönöm, hogy első osztályban megadtad a lehetőséget, hogy saját magamnak vághattam le azt a hüvelykúj vastagságú mogyorófa vesszőt, amivel aztán úgy vágtál kupán, hogy 5 centin ketté vált a fejemen a bőr. És köszönöm a favonalzós körmöst is, ami után le kellett szedni a körmöm, már ami megmaradt belőle. Köszönöm az olyan büntetéseket, mint például, amikor egész nap nem mehettünk ki vécére, vagy amikor nem engedtél inni reggel 8-tól hazamenetelig. Ja, azt meg pláne, hogy rendszeresen megszégyenítettél, amiért alkalmanként én csak 2 forintért tudtam bélyeget venni a takarék bélyeges albumba. 1981-ben 50 fillér volt egy gombóc fagyi, mert a mi családunk nem engedhetett meg többet. De a legnagyobb jó tevésedet, amiben asszisztáltál egy család szétszakadásához és 2 kisgyerek meghurcolásához. Na, ezt köszönöm a legjobban. Másik olvasói komment. Lehet, hogy én is csak egy nyomoronc, 30-as családanya vagyok, de az én gimimben is hasonlóan szép dolgok történtek. Akkor az ország 3. legjobb gimnáziuma volt. Csak mindenki becsukta a szemét. A tesi tanár 16 éves évfolyamtársunkkal kavart, a fizika tanár az osztálytársamnak iragatott levélkéket, a lány átment másik suliba, az 50-es matek tanár is megvárta, amíg betölti diákja a 18-at, aztán elvált és legálisan dugta a lányt.
Én és másik 20 társam magyarból osztályzat nélkül kaptunk évvégi jegyeket fiktív indokokkal és érvekkel. Mikor 4-esre akart lezárni az a paraszt, anyám szólt az igazgatónak. Egyedül velem a könyvtárban irattak dogát. Soroljam tovább az elit gimnáziumi élményeket, ahol egy év alatt 2 diák lett öngyilkos? De persze könnyebb mindenkit csak lenyomoroncozni. Nem, ez a valóság, ez a magyar közoktatás. Nálunk egy férfi rajztanár, írja az olvasó, fafejes vonalzóval verte el egyik osztálytársunkat, mert nem jól vonalazta meg a papírt. Ott az osztályban mindenki előtt ütötte a gyereket, ha jól emlékszem, ötösek voltunk. Én persze szóvá tettem, ezért engem is el akart verni. Közöltem vele, hogy apám katona, és nem a hadtápos fajtából, úgyhogy neki fogok szólni, erre felállt még egy osztálytársam, és azt mondta, hogy az ő apja meg rendőr. Erre még páran felálltak, akiknek vagy rendőr, vagy katona volt az apja. Erre a fickó kiment a teremből, de reszketett az idegtől, viszont nem mert semmit csinálni. Szünetben behívtuk az osztályfőnökünket, és elmondtuk neki, hogy mi történt. A fickó még ott volt az iskolában év végéig, de mi kaptunk egy másik rajztanárt. Ilyen is előfordul. Ezek dicsőséges történetek. Az a baj, hogy nekem egyetlen ilyen dicsőséges sztorim sincs. Ez a legfájdalmasabb, hogy én nem tudok ilyenre visszaemlékezni, amikor a gyerekeknek lett igazuk, vagy amikor pedig olyan jó lenne egy-két ilyen sztori, amit így el lehetne mondani, mint jó példát. Hát ez a mindenkinek a hazugsága ilyen. Is, ami igen, egy ilyen tökül. Igen, nekem mondok a saját történeteket röviden. Erika néni, 4. általános iskola, bejött helyettesíteni, és én persze jópofátlanul hátulról mondtam valami remek művet, azt mondta, hogy viselkedjetek, mert lehet, hogy én fogom jövőre tanítani az oroszt, mire én, az marha jó lesz. Oda jött hozzám elé, már felállított, mit mondtál? Mondom azt, hogy marha jó lesz, és levert egyet. Aztán később megyek az iskolai folyosón, és egy ilyen öblös férfi hang annyit mond, hogy vedd fel azt a zsebkendőt, amit eldobtál. Ugye nem dobtam el zsebkendőt, ezt azért higgyük el nekem. Valóban ott volt egy zsebkendő. Mondtam, hogy nem én dobtam el. És nem az lett a lényeg, hogy jó, akkor légy szíves, azért dob már ki, hanem az, hogy de igen, te dobtad el, miért hazudsz, jössz velem az igazgatóihoz, és így megfogott, és elkezdett rángatni. És én meg visszaütöttem. Most ez volt az a csávó, akit egy évvel később kirúgtak, mert úgy fülönvágott egy gyereket, hogy beszakadt a dobhártyája, de nem akkor vágták ki, amikor engem ráncigált a folyosón, hanem én intő nélkül megúsztam szép csendben, és annyit mondtak, hogy azért óvatosan, lehet, hogy jövőre ő fogja tanítani a tesit. Tehát féljek, és viselkedjek. Nem, ahhoz, hogy a... Ne legyen, ne igazam legyen soha. Ahhoz, hogy ezt az állatot kirúgják, ahhoz egy gyereknek a dobhártyája be kellett, hogy szakadjon. Tehát ezt ki kellett várni, tehát már látták, már az igazgató látta, már az igazgató helyettesek látták, hogy ez a tanár közveszélyes. De nem rúgták ki, hiszen semmi okuk nem volt. Válaszol rá a kommentelő, hogy miért egy másik, mert az a közép-európai közmegegyezés, hogy összeszorított szájjal tűrünk, és ettől macsófaszik vagyunk. Kussolunk, és azzal vigasztaljuk magunkat, hogy apánk is kibírt, mi is kibírjuk, és ez mindig is így volt, ez van, ezt kell szeretni. Ez valójában Oroszország szelleme. Ez a bizánci szellem. Valójában az orosz gyerekek, meg katona növendékek azok, akikbe bele kell verni valamit. Mit is? Ők se nagyon tudják, hogy mit kell beléjük verni. Azt kell beléjük verni, hogy a verés az jár. Hogy a verés az olyan, mint a levegő, amit beszívsz és kifújsz. Hogy a verés az olyan, mint a víz, ami oltja a kemencét, hogy az ne tűzifa legyen, hanem maradjon kemence. Olyan, amit együtt adnak Oroszországgal. A verés az van, az egy természeti erő, amit el kell szenvedni, amit nem lehet megúszni, és nem is kell megúszni. És valójában, tehát hogy arról van szó, hogy nincs oka annak, hogy megvernek. Az oka annak, hogy megvernek Oroszország. Na most azt gondolom, hogy mi se ezt feltétlenül ezt a nevelést kaptuk volna, meg mi se ezt ennek a szellemében nevelkedtünk volna. Ez egy természeti erő, mint a nagyon rossz hideg, amit el kell tűrnöd. Pontosan, hogyha Magyarországot 40 éven keresztül nem szállják meg orosz csapatok. Tehát a vörös hadsereg, a Magyarországon állomásozó vörös hadsereg hozta ide ezt a szellemet. Így van. És itt van egy elemző igényű beszámoló, ami nem kifejezetten az elszenvedett traumára, hanem az okokra és a magyarázatokra fókuszál. Amíg az órák abból állnak, hogy egy szemtanárnak kell megküzdenie 20-30 diákkal, addig mindig is lesznek problémák a tanár-diák kapcsolattal. Amikor a társadalom hajlandó lesz 3-4-szer ennyi tanárt alkalmazni, és az iskolák se a 18. századi kaszárnya elv szerint lesznek felépítve, akkor majd a tanórák se a
tanár-diák dominancia harcról fognak szólni. Van egy jelenség, amit, ez egy megoldás, amit itt hallottunk, van egy jelenség, amit nem csak az iskolai környezetben, de valahogy fel kellene számolni. Ez az a jelenség, aminek a mémjei, a mantrái azok olyasmik, mint hogy apáinknak is el kellett tűrni, vagy az olyan félmondat, hogy hát talán ha lettél volna katona, akkor most nem így viselkednél. Ez az a jelenség, amikor a csemegepultost leszídja a főnöke a vegyesboltban, és hazamegy, és elveri a gyereket, és a gyerek az belerúg a macskába. Ez az a lábtörlő effektus, amelynél egyetlen egy láncszemre volna szükség, aki azt mondja, hogy én rákká nyelem le azt, amit velem szemben elkövettek, de nem vagyok hajlandó továbbadni. És ilyen emberekre van szükség. Én azt gondolom, hogy a fő probléma az az, hogy nem az etikai normák szerint járunk el, hanem valamiféle közmegegyezésre hivatkozva, amit sehol soha nem írtunk alá. Tudod, amikor azt mondják, hogy ez a világrendje, és sehol soha nem írtuk alá, és nem ezt olvassuk ki a szent iratokból. Tehát, hogy nem... Hogy ezen változtatni az rendszer szintű problémához vezetne. Nekem ez a kedvenc szövegem, mert hogy a rendszert azt valami olyan dolognak tekintjük, amit nekünk kell szolgálni, és nem pedig a rendszer van éltünk, hanem ezt el kell egyszerűen. Tehát ez egy természeti erő. Igen, igen, csak érdekes módon, amikor arra hivatkoznak, hogy ez a világrendje, az soha nem a hegyi beszédet jelenti. Tehát, hogy ilyenkor soha nem a hegyi beszédre hivatkoznak, hanem mindig egy olyan sérelemből vezetik le a világrendjét, amit ők elszenvedtek gyerekkorukban. És ez indokolja most azt, hogy én is elszenvedjem ezt tőled? Nem az volt talán a hiba, hogy te ezt elszenvedted gyerekkorodban? Világrendet kell avatni a személyes sérelmeidből, hogy leverhesd máson és tovább adhasd ezt? A helyet, hogy egyszerűen megszakítanád a gyűlölet körét. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róberttel és Horváth Oszkárral itt a 90.9 Jazzén. Németh Gábor a vendégünk, az oktatási rendszernek a súlyos diszfunkcióiról beszélgetünk, meg arról, hogy hogyan nyomorítják meg az újabb nemzedékeket az iskolákban, és hogyan képeznek belőlük újabb és újabb homokádárikuszokat. Nem véletlen kádárikusz, mert a probléma gyökere az abban a rendszerben található, és 50 éve hordozzuk ezt. Itt egy ősi gyökérkutató az meg is írta nekünk, hogy érdemes lenne elgondolkozni azon, amit már az én ősi időmben elkezdődött, hogy a férfi tanárok kezdtek kimenekülni, és már elmondhatjuk, hogy gyermekeinket csecsemő koruktól kezdve az egyetemig 95%-ban nők nevelik és tanítják. Ami intenzíven magyarázza egyrészt, és most el kell gondolkozni, hogy tovább olvassam-e, a hiszt is nyámnyil a fiúkat, az ostoba lányokat, valamint mindezt a megaláztatást, amit itt a legtöbben leírnak. Talán annyi igazság lehet benne, hogy amiről beszéltünk, az árujelet kitenni nem merő megalázott diákról, hogy mondjuk ki, hogy azért egy tanárnőnek egy hisztéből kialakulhat egy ilyen trauma egész nyugodtan, és annak semmi más oka nem volt, mint az, hogy tényleg túlnyomó részt olyan emberek vettek minket körül kisiskolától kezdve, akiknél ezek a hiszik előfordultak, mert hogy ők nők voltak, és ez egyébként ki kell mondani, hogy igenis, mert hogy sokan megtapasztaltuk, szültek olyan következetlenségeket nagyon sok esetben, amit egy kiegyensúlyozottabb, nemileg kiegyensúlyozottabb tanári kar esetleg ki tudott volna balanszolni, de hogy általában az volt, hogy szinte mint a jeges tengerre, vagy a szél fúvására úgy voltunk rábízva sok esetben a kizárólag nők által irányított tanári karra, és szerintem bármelyikünk akár itt is, de a kommentelőknél is én ezt látom, megerősítheti azt, hogy nagyon sok esetben szeszélyeknek vagyunk kitéve. Itt ez a rengeteg történet, mi az, amit kezdeni lehetett volna, mi az, ami ha másképpen alakul a 80-as években, vagy a 70-es években, és úgy történik meg velünk az alapoktatásunk, akkor mondjuk nem vagyunk ennek ennyire kitéve. Én azért azt gondolom, hogy mélyebben gyökereznek a bajok. Az iskola határon az egy korábbi válságot rögzít. És én azt gondolom, hogy itt a nemzedék a másiknak adja át a saját traumáit,
és veri le a következő nemzedéken, mert hogy az előző nemzedéknek visszaütni hogy nem mert. Hogy nem ez történik, azt mondod? Hogy az előző nemzedéknek senki nem mer visszaütni, tehát leveri a következő nemzedéken. Tehát, hogy valójában arról van szó, hogy a struktúrákkal van a baj. Mondok egyetlen példát. Ez a végtelenül korszerűtlen frontális osztálymunka. Már-már közhelyszámba megy. Ami arról szól, hogy a tanár az szemközt a diákokkal, akik egymás mellé bezsuppolva a padokba figyelik a tanárnak a szózatát. A tanár az elmondja a törzsanyagot, leadja az anyagot, a diák pedig írja, magolja, a memory tereket bebiflázza, majd azt visszamondja, az exakt tudás alapú, tehát a tény alapú, tárgyi alapú oktatás és számonkérés rendszere az, ami ezersebből vérzik, és az, ami kitermeli ezeket a nemzedékeket. Nem a készségfejlesztés, nem a kreativitás fejlesztése, nem a kooperáció képességének a fejlesztése, nem a közös gondolkodás, asszociációs készség, kreativitás, ezek mind sokadlagos tényezők. De ennek már feltalálták az alternatíváját, csak ugye nem érdek az, hogy itt Kelet-Európában ennek az alternatívája érvényesüljön. De ki ellen érdekelt az egészséges nemzedékekben? Nem értem. Senki, de mondok egy példát. Az előbb a kommentelőtől elhangzott az, hogy amikor nem 30 gyereket kell megülnie egy tanárnak, hanem 5-6-ot, a teljesen más társadalmi vagy milyen csoportfolyamatok fognak végbe menni. Na de ki tud 4-szer annyi tanárt alkalmazni? Tehát ennek a költségét meg kell fizessük. Jó, de könnyen ebben az országban, tehát hogy akiktől elvárja az ember ezt, azok a liberálisok. Ebben az országban az SZDSZ 12 éven keresztül vezette az oktatási tárcát, és kísérlet sem történt ennek a gyalázatos beteg struktúrának a meghaladására. Kísérlet sem történt, miközben az SZDSZ 12 éven keresztül azzal kampányolt, meg azzal fényezte magát, hogy ő liberális, meg hogy ő a liberális oktatási elveket hozza, ami valójában semmit nem jelentett, mert a SZDSZ számára a liberalizálás akár drogügyben, akár az emberi jogok ügyében, akár az oktatás vonatkozásában hiába szerezte meg a tárcát, valójában csak a frázisok pufogtatását jelentette. De azt nem mondtad komolyan, hogy nincs érdeke senkinek abban, hogy ilyen diákok kerüljenek ki az iskolából, mert hát pont azzal kezdtük, hogy de van, tehát de, hogy azért egy hatalomnak erre van szüksége, főleg egy ilyen fajtának. Igen, valószínűleg arról van szó, hogy ezekkel a tanárokkal egy ilyen átfogó oktatási reformot végre se nagyon lehetne hajtani. De ezzel valójában egyetlen oktatási kormányzat sem hajlandó elsősorban ezzel sem szembenézni. Még ha a szándék, ha meg is volna arra, hogy változtasson ezen, mert én nem gondolom, hogy feltétlenül a Magyar Bálintnak, vagy feltétlenül a Pokorni Zoltánnak ne lett volna szándéka arra, hogy változtasson ezen, hanem az a tapasztalat, és és valószínűleg nem hibás feltételezés, hogy ezzel az oktatási gárdával, ezekkel a tanárokkal nem lehet egy ilyen átfogó reformot végrehajtani. Ez a gárda még konkrétan ott tart, hogy még abból eredő frusztrációik is vannak, hogy nem az iskola meg a tanár már az elsődleges tudásforrás egy diáknál. Tehát, hogy ők még nem, hogy nem ezzel nem küzdenek, hanem ők még ott tartanak, hogy úristen, hogy amit ő elmond, az korábban nem így nézett ki, az most már el tudja olvasni óra előtt, meg el tudja olvasni az alternatív magyarázatokat rá az interneten a diák. Aztán itt a következő, ugye, amiről szinte eddig úgy, ahogy van, beszéltünk, hogy tegyünk különbséget a fegyelmezés és a megalázás között. Ne a célt akarjunk vele elérni, ne pedig kést forgatni. Én azt gondolom, hogy a legnagyobb károkat az a gyermek meg a tinédzser személyiségében a megszégyenítéssel lehet okozni. Tehát a megszégyenítés az bestiális eszköz, és jóformán jóvá tehetetlen. Tehát, hogy ezek aztán olyan mélyen égnek be, és olyan gátlásokat szülnek, és eredményeznek, aminek a révén az adott emberből 20-30 év viszonylatában sem válik önmagát vállalni tudó, önmagáért kiállni képes, intakt személyiség. Azt írja a
ennek a beszámolónak a szerzője. Nekem is személyes tapasztalatom, micsoda borzalmas károkat okoztak a rossz tanárok. Amit én láttam, ott nem perverzió vagy egyéb defekt, csak sima dilettantizmusból fakadó bűnös nemtörődömség, be nem avatkozás, akár komoly problémák észre sem vétele, noha az alapvető szakmai kötelességük és felelősségük lett volna. Így felnőtt fejjel már tudom, milyenek voltak a rossz tanárok. A béna, a munkát a lehető legkisebb erőfeszítéssel megúszni akaró kispolgárok, akik körülbelül annyira értettek a gyerekekhez, a gyermek lelki világához, természetéhez, mint tyúk az ABC-hez. Igaz, nem is érdekelte őket. Az, hogy az órákat is lelketlenül, gépiesen adták le, az volt a legkevesebb. Mi a probléma az oktatásunkkal? Mi az probléma a Magyarországon felnövekvő nemzedékek lelki fejlődésével? Ezeknek a kérdéseknek a magyarázatait, vagy a válaszait keressük Németh Gábor jelenlétében. A Memoriter a 19. század disziplináinak a számonkérése, a gőzgép és Watt meg Stevenson világa az, ahol a magyar oktatás tart. Ez az a világ. Olyan mértékben... De mellette nem zavarnak össze olyasmivel, hogy például a választási rendszerünk hogyan működik. De semmivel, ami hasznos, vagy ami készséget fejleszthet. Tehát a készségekről... Vagy tudatosságot egy kicsit, igen, tudatossági, igen, szintet egy kicsit, igen, emel. Úgy csinálnak a tanárok, mintha az egyetlen dolgod az a kémia lecke lenne. Mint hogyha az egyetlen dolgod az lett volna, hogy arra az egyetlen fizika dolgozatra fölkészüljél. Miközben mindegyik tanár ezt gondolja, és mindegyik tanár teljesen meg van győződve arról, hogy az a történelem dolgozat, amit te hétfőn írsz, az egész hétvége ott volt. Ami a legnagyobb, a leggyalázatosabb hazugság, és ők büszkén nem fordítanak semmiféle figyelmet arra, hogy ők 8-an vannak, tehát hogy ők egy 8-fejű sárkány, és hogy mindegyik fej azt képzeli, hogy ő az egyetlen, akivel neked meg kell küzdened. Te az alatt a 4 napos hosszú hétvége alatt igenis el tudsz olvasni 4 napnyi novellát, ugyanez alatt meg tudsz csinálni 4 napnyi matematika példát, egyébként 4 napnyi dátumsort meg tudsz tanulni történelemből, amúgy meg közbe kémiából is. Hosszú hétvégét mondtál? Tehát, hogy a hosszú hétvégére több házi jár, hiszen mi a franccal foglalkoznál? Most mit csinálnál amúgy? Hát értelmesen kell eltölteni az időt. A hibáztatás, a kötelező és az ajánlott olvasmány, mint olyan nyárra kaptunk egy listát, egy A4-es lapon fel voltak sorolva több oszlopban a kötelező olvasmányok, és mellette az ajánlott olvasmányok, de éreztették veled, hogyha te az ajánlott olvasmányokban nem kóstoltál bele, tehát hogyha arra az oldalra nem jutottál át, akkor egyébként meg csak a kötelező minimumot teljesítetted, az sem teljesítettük. Talán tehát, nem hogy... lenne ennyire érzéketlen az életed iránt a tisztelt tanár úr, illetve tanárnő. Talán nem lennének a követelmények ilyen elrugaszkodottak, hogyha a tisztelt tanárnőnek vagy tanár úrnak sikerült volna egy normális tudományos karriert összerakni a magából. De hát ez sajnos nem sikerült, így került ő a tanári pályára. És hogyha ő neki ráment az egész élete arra, hogy tanítania kelljen ahelyett, hogy a szakmájában bármire is vitte volna, akkor ki fogja rugdosni belőled azt, hogy te is tudjad a tálesztételt. Mert valójában semmi más feladatod nincs innentől kezdve a teremtésben, mint a te saját sorsoddal és nyomorúságoddal igazolni az ő elvétett életének, az ő vakvágányra csúszott karrierjének a mégiscsak jogosságát, mégiscsak helyességét. Lehet egy ilyen frusztráció egy olyan tanárban, aki nem tanár szeretett volna lenni, hanem tudós, hogy amíg ki nem nevel valakit, akiről utána ő megtudja, hogy tudományos pályára helyezkedett, és ott el is ért egy eredményt, addig nem nyugszik meg. Na most ugye, ha ezt elkezded egy 5. általános iskolai gyereknél, mint matematika tanár, akkor amíg ő a
trigonometriának a díszdoktorává nem avatódik 20 évvel később, addig te nem nyughatsz, és az alatt a 20 év alatt évente 80 gyereken átgázolsz. És azt azért beláthatjuk, hogy azért nagy részt úgy telik el az ő életpályájuk, hogy ők nem nyugodtak, és ettől te sem vagy nyugodt. És a nyugtalanságukat egyébként kétféle módon tudják kifejezni, ezt most szintetizáltam egy kicsit a rengeteg kommentet, amit meg olvasói levelet, amit kaptunk. Tehát kétféle megoldás van ezeknek a nem nyugodt tanároknak, mert ugye azért ez elég ritka, hogy kinevel egy olyan tehetséget az ő életében, vagy hogy ő ezt elfogadja. Nagy rész kétféle módon kezelik a konfliktusokat, legyen az a te lelki problémád, vagy egyébként tantárgyi problémád. Van az Orwelli iskola, én ezt így neveztem el a kommenteket olvasgatva, ez az, amikor, hogyha te nem működsz úgy, ahogy működnöd kell szerinte, akkor ököl megy a gyomorba, vagy gumibot a gerintre. Ez szó szerint is, meg képletesen érve is, ugye beszéltünk a megalázásokról egyrészt, másrészt meg a fizikai megalázások, a segberugás, vagy a segberugatás, mert te nem tudtad azt a három fa elemből álló zsámolyt átugrani, és a többi. És a többi, ez az Orwelli iskola, és amit a Huxley iskolának neveztem, ugye Huxleynál van az, hogy a szómát, hogyha konfliktus van, probléma van, akkor a szómát az beleeresztik a levegőbe, és akkor hirtelen mindenki jókedvű lesz, és megoldódnak ezek a problémák. Na most a simogatva, és sajnos a simogatvának is ugye ilyet több-több történetet láttunk, hogy kétféle módszere van. Például tesi tanároknál ez nagyon gyakori volt, hogy a jó kémia átlagot a következő órán, mert együtt kávézott a két tanár, azt mondjuk egy játékkal jutalmazták meg. Semmi fajta következetességet nem tanultunk ebből, csak örültünk neki mindenképpen. Ez volt az egyik. A másik pedig, hogyha te jót teszel nekem mondjuk a kémia szertár üvege mögött kislány, akkor neked is jó lesz. Ez pedig a Huxley féle iskola. Gondoljunk a legrosszabbra? A legrosszabbra, ami az egyik kommentben három konkrét példát hozott erre, hogy csak volt. az ő iskolai négy éves szereplése alatt. Én a saját cikksorozatomban írtam másik három-négyet, a te faladon szerintem szintén olvastunk ilyeneket, tömegével jönnek. Megcsináltunk egy fél adást a tanár-diák kapcsolatokról. És tömegével jöttek, ugye a kávé, ugye az előző adásban te említetted azt a kommentet, amikor a kávét kellett bevinni a tanár úrnak. Ugyan, és ugye csak annyival kommentálta a lány, amikor kijött, hogy hát nagyon fájt bevinni azt a kávét negyed órán keresztül. És hát van az a fajta zaklatás, amit aztán a gyerek annyira lefolyt, hogy amikor az osztálytalálkozón az adott tanárral mondjuk 10 évvel később találkozik, már nem is emlékszik rá, már nem is tudja, és amikor valaki a barátja vagy az ismerőse, akinek ő azt annak idején elmesélte, az emlékezteti őt erre, akkor ő azt mondja, hogy miért mondasz ilyet a tanár úrról? Miért akarod befeketíteni a tanár urat? Van, ami elismerhetetlen. Iskolai sérelmeinkről az elmúlt 40-50 év, de akár 150 évnek az osztály munkájáról és az iskolának a felépítésről és a gyerekek elszenvedett sérelmeiről beszélgetünk, és próbálunk megoldásokat, meg külföldi példákat hozni itt a műsor vége felé. Nagyon érdekes összehasonlításra ad ez alapot. Hogyha megnézzük, akkor nálunk az van, hogy van egy nemzeti alaptantervünk, már a szóhasználat is fontos. Ettől az alaptantervtől, hogyha a rendszerváltás óta vizsgáljuk, akkor a rendszerváltás környéken 30%-nyi eltérés mozgástere volt egy tanárnak arra, hogy ő kreatívan más megoldásokat, más utakat beemeljen, és most mondjuk ez 10% körül van, de ösztönző sincs arra, hogy eltérjen ettől. És ezzel szemben és jó eredményeket mutató példa, hogy nemzeti keret tantervet határoznak meg északi országokban, és kimeneti követelményeket, de nincsen egy alaptanterv. Azt jelenti, hogy... Nem az anyag a kötelező, hanem az eredmény. Az eredmény a kötelező, és hogy oda milyen úton jutnak el, ez már is egy versenyhelyzetet teremt az iskolák között, és új oktatási módszereket, csoportmunkát és hasonlókra ad terepet. Tényleg a csoportmunkát, most, hogy mondod, ugye az előbb beszéltünk róla, hogy amint nem 30 meg 45 gyerek előtt kell állni a tanárnak, mindjárt meg fog változni valami, de nem csak ez változik meg, hanem ha egy ilyen projekt jellegű munkát bízol a gyerekre, és annak a keretében gyakorlatiasan tanulja meg az anyagot, és az anyagnak azt a részét, amelynek haszna is lesz az életében, és nem csak arra megy ki, hogy lesz egy PhD-s kémikus a 6 éves gyerekek közül,
Amennyiben egy ilyen projekten dolgoznak, egyrészt jobban megmarad, másrészt pedig a sajátjának érzi, bevonva érzi magát, így a teljesen külső motiváció, az erőszak, meg a megfélemlítés, meg a fegyelmezés, meg az érdemjegy, az átváltozik részben egy belső motivációvá, mintha egy vállalkozásban tulajdonosként venne részt a gyerek, hiszen ezt ő is akarta. Nem ritkán előfordul külföldön, hogy itt akár már a szünet rovására a gyerek tovább dolgozik, mert ezt ő akarta, ő választotta ki. Amikor én tanítottam középiskolában történelmet és társadalomismeretet, engem nem engedtek filmet vetíteni. Nem engedték meg az igazgatóság, már az igazgató, meg az igazgatóhelyettesek nem engedték meg, hogy filmet vetítsek, pedig beépítettem nekik, direkt az alaptantervhez igazítottam, és azt kérték, és elvárták, hogy adjam be az alaptantervhez igazított, a tantervbe beillesztett filmek listáját, és én emlékszem, hogy egy két délutánt csesztem el ezzel, hogy én legyártottam nekik ezt a formátumot, amit követeltek tőlem, leadtam, és lesöpörték az asztalról. És amikor rákérdeztem, hogy miért nem engedik, mert ezeket a disziplinákat ezeken a filmeken keresztül nem úgy adom át, mint amikor egy beszélő fejet látnak, ami egy 3 centi mélybevésést ad, hanem ha egy filmbe, ha cselekménybe, ha dialógusokba, ha karakterekbe, ha emberek sorsába, ha drámába, ha katarzisba van ágyazva az, amit át kell adnom, az egy olyan mély bevésést tud adni, mint egy kút feneke. És nem engedték, és amikor rákérdeztem, hogy miért nem vetíthetek nekik filmet társadalomismeretből, amikor leadtam nekik a tantervhez igazított óravázlatot, pontosan azért, hogy lássák, hogy itt igenis arról van szó, amit a tantervben elvárnak és megkövetelnek, akkor az volt a válasz, mert nem tudhatják, hogy mit fogok berakni én abba a videó lejátszóba. Na most, hogyha ennyi bizalmuk nincsen egy tanár iránt, akkor miért alkalmazzák? Már csak ez a kérdés. Persze van jó példa, és van ellenpélda, inkább a kivétel, mint a szabály. Nekem a középiskolában volt egy kémia tanárom, Kovács Kolosné, aki később igazgató is lett az Arany Jánosba, én az Aranyba jártam. Ő amikor kémiából dolgozatot iratott velünk, kiavította a dolgozatot, és mondjuk az adott dolgozat 2-es lett. És megkérdezte, kéred, vagy nem kéred. Ha kéred, beírta a 2-est a naplóba, ha nem kéred, újraírhattad a dolgozatot. Persze nem pontosan ugyanazok a kérdések voltak, de mondjuk abból a 15 kérdésből föltett újabb 3-at vagy 4-et. Ez egy apróság is plusz motiváció. És újraírhattad, és írtál egy 3-ast. És megkérdezte, kéred vagy nem kéred? És ha azt mondtad, hogy nem kéred, újraírhattad, és ha írtál egy 5-öst, akkor az 5-öst írta be, és nem írta be a 2-est, és nem írta be a 3-ast. Na most más tanár hogy áll ehhez? Megírtad a dolgozatot, ő megíratta veled, ő kiavította, ennyi munkát fetszölt bele, majd jó, hogy nehogy már ne írja be. Hát itt van az eredmény, hát ő dolgozott ezzel, hát nehogy már ne... Tehát és ez mennyire kevés? És vajon mit mozdít elő a diákban ez a fajta tanári attitűd? Azt, hogy képes vagy arra, hogy javíts a jegyeden. Persze más tanárok cinikusan azt mondták, hogy azt még kiavíthatod. Azt tudod, mit jelent? Hogy beírom a 2-est, és hogyha szerzel egy 5-öst, akkor majd 3/4 leszel. Tehát a kiavíthatod az nem azt jelenti, hogy ebből a 2-esből lehet 5-ös, az azt jelenti, hogy ebből a 2-esből még lehet 3-as, ha írsz egy 5-öst. Na hát, de milyen gyalázatos cinizmus. És hogy valójában Kovács Kolosné volt az egyetlen tanár, aki komolyan vette azt a fogalmat, kijavítani egy jegyet. Hát ez volt az önkényes mérvadó mára Németh Gáborral. Köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük, hogy fölvilágosítottál minket arról, amiről nem akartunk tudni, de amiről muszáj tudnunk. Köszönjük a figyelmet. Sziasztok. Köszönöm. Köszönjük türelmüket. A közízlés ma is undorral tolta a tányér szélére mindazt, amit főztünk. Megbuktunk, és legközelebb újra megbukunk. Megmaradt hallgatóinkat, Sándort, Dénest és Annát várjuk vissza minden hétköznap 17 órától itt, a 90.9 Jazzin, az önkényes mérvadóságában.